Most vasárnap nyitnak a szavazóurnák, és elkezdődik a 2018-as országgyűlési választás. Itt a tükörben bemutatjuk a 12-es számú egyéni jelölteket, már azokat, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Műsorunkban megismerhetik a pártok programját, és azokat a megoldás javaslatokat, amelyek a 15. kerület működését jobbá tehetik, abban az esetben természetesen, hogyha bekerülnek az országgyűlési patkóba. A mostani vendégem a kétfarkú kutyapárt jelöltje, Pálmai Attila, aki egyébként szobrász, méghozzá filmes díszleteket tervez. Üdvözlöm! Csak van, sziasztok! Kezdjük először is azzal, amit nagyon sokan gondolnak a kétfarkú kutyapártról, hogy bizony-bizony az adófizetők pénzén hogy-hogy humorizálnak, hogy-hogy viccet csinálnak a politikából, és az ország talán legjelentősebb döntéssel bíró választásából, az országgyűlési választásból. Miért döntöttek így, hogy ezt kifigurázzák? Attól tartok, hogy nem mi vagyunk most jelenleg a legviccesebb párt. Hát sajnos komoly pártok is sokkal viccesebbek néha nálunk. Ez nekünk elég kellemetlen egyébként, úgyhogy ha majd megnyerjük a választásokat, akkor valószínűleg be fogjuk tiltani a többi pártot, mert ez tűrhetetlen tényleg, hogy egy komoly viccpártnál viccesebb tud lenni egy komoly nem viccpárt. Nézzünk akkor néhány komolytalan programpontjukat. Azt mondja, hogy egyik legérdekesebb, talán és talán legrégi programpontjuk az az ingyen sör és a teljes adómentesség. Miből finanszíroznák ezt? Az ingyen sör az egy nagyon könnyű kérdés. Tulajdonképpen szerintem nagyon könnyű elképzelni azt, hogy az emberek ingyen kapnak sört, és ezt megihatják, és boldogok tőle. Elsőként ezt úgy kezdenénk, hogyha bejutunk a parlamentbe, akkor ott a büfébe tesszük ingyenessé a sört. Tehát ez lesz az első pici lépése, ez egy házszabály módosítás elég, és egy másik házszabály módosítása pedig a büfé hátsó falán egy ablakot szeretnék nyitni kifele a tér felé, és akkor ott már ki is tudnánk adni az ingyen sört, tehát így egy mikroszinten meg is fog valósulni az ingyen sörosztás. De azért gondolom arra mindenképpen figyelnének, hogy 18 év alattiaknak ne adjanak ingyen sem. Természetesen, hát a szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak. Nézzünk még egy-két érdekes programpontot. Bevezetnék a nagykörútra a Dunát, és minden beteg rokonát arra szólítanák fel, hogy újítson fel egy kórtermet, így lehetne az egészségügyet teljes mértékben felújítani. Igen, sőt, van egy komolyabb ígéretünk is, rendeletileg fogjuk betiltani a betegségeket, így fölöslegessé válik tulajdonképpen a kórterem felújítás is rögtön, valamint az egész egészségügyi rendszert le lehet építeni, hiszen nem lesznek betegségek, nem lesz szükség orvosokra. Persze adódik a kérdés, hogy szükség lesz akkor majd valamilyen megoldásra, hogyha valaki lógni szeretne a munkahelyéről egy kicsit, vagy hiányozni az iskolából egy-egy napot, akkor ezt hogy tudná megtenni? Ezért ilyen igazolás kiadó automatákat fogunk fölállítani minden nagyobb településen. Ha a rendeletben betiltják a betegségeket, akkor mivel büntetik azt, aki ezt megszegi, és mondjuk mégis megfázik? A magyar állampolgárok jogkövetőek, tehát itt nem gondolom, hogy bárki megmerne fázni ezek után. Még két érdekes pont. Az egyik programpontjuk, hogy éppen itt az ideje, hogy a magyar állampolgárok szabadon hazaköltözhessenek az univerzum bármely pontjáról. És még egy érdekesség, minden megyeszékhelyen és a 100 főnél kevesebb lakosú településekre bevezetnék a metrót. Ezt gondolom nem közlekedésmérnökök segítségével számolták. Hát látjuk, hogy nagy igény van a metrókra. Ugye itt a 4-es metró is mintegy 30 év alatt el is készült Budapesten. Ez egy nagyon fontos fejlesztés itt Rákospalotán, és ugye mindenki azt mondja, hogy mikor ér már ide végre a 4-es metró. Nem igaz, hogy ezt a másik 30 évet nem tudják még kivárni az emberek, nem is értem, mi ez a nagy sietség. És hát igen, a kis falvaknak is szükségük van metróra. Tehát például voltunk Felcsúton űrállomást avatni, és felháborító, hogy Felcsúton már van űrállomás, de még metró még mindig nincsen. Úgyhogy szerintem ezzel kell kezdenünk. Nézzünk egy-két kerületi problémát, hát ha valamilyen komoly gondolat is jön a kétfarkúaktól. Az utak, utcák állapota tipikus kerületi probléma. Hogyan orvosolnák? Igen, erre találtunk több megoldást is. Pont múlt héten oldottuk meg az Erdőkerülő utcának a problémáját. Ugye köztudott, hogy mennyi kátyú van az Erdőkerülő utcán, szinte járhatatlan. Hát átneveztük Kátyúkerülő utcává, így viszont őszintévé vált, tehát tulajdonképpen nem hitegetjük az embereket, hogy itt erdőket kéne kerülgetni, kátyúkat kell kerülgetni, és akkor így ez megoldódott. De a jövőkben mi már nem gondolkodunk utakban, tehát valamilyen egyéb közlekedési módokban szeretnénk mozgatni itt az embereket. Kerület előregedésének problémája. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
A kerület jelentősen öregszik. Ugye az egész város, az egész ország, sőt az egész bolygó öregszik napról napra. Ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. A lakosok előregedése az már egy kicsit érdekesebb kérdés. Ugye nagyon jó volna, ha sok fiatal költözne ide a kerületbe, ehhez kellenének új lakások, új lakóparkok, kellenének olyan közösségi funkciók, amik nincsenek, felújított közterületek, esetleg egy színház, vagy bármi kulturális lehetőség, vagy talán jó kocsma. Ez mind nincsen meg. Így öregszik a lakosság, ez nem jó, ez nem helyes. Egyetlen megoldást tudunk erre nyújtani, most örök életet ígérünk a kampányunkban mindenkinek, ráadásul plusz 20 évet adunk hozzá akciósan, viszont ezt a 20 évet azt nem muszáj az elején kivenni, azt lehet majd a végén is, tehát attól ne ijedjen meg senki, hogy mondjuk 20 évvel öregebben fogja letölteni majd az örök életét, ez nincsen, sőt ráadásul egy fiatalító programot is indítunk hozzá, tehát a nyugdíjasok is, hogyha akarják, akkor az örök életüket leélhetik mondjuk 20 évesen is akár. Az örök élet esetén mit kezdenének a túlszaporodás problémájával? Újabb bolygókat hódítunk meg, ugye mi vagyunk az egyetlen olyan párt, akinek nemzetközi és bolygóközi kapcsolatai is vannak. Siriusról is több ezeren fognak ránk szavazni például. A Ganymédesziekről nem is beszélve. Egy jelentős gazdaságpolitikai kérdés az élet 2020 után, miután az Európai Uniós források hazánkba áramlása megszűnik, bezáródik az EU-s csap. Ezt hogyan oldanák meg, milyen gazdaságösztönző programmal? Én úgy tudom, hogy ott a Fekete Erdőben azok a források, ezek nem akarnak elzáródni és megszűnni, tehát mindenkit szeretnék megnyugtatni, a Duna az továbbra is folyni fog. A Nagykörúton keresztül? A Nagykörúton keresztül is. Rendben van. Ha már forrásoknál tartottunk, arról mindenképpen beszélnünk kell, hogy bizony-bizony vissza kell fizetniük a kis pártoknak az állami támogatást, sőt annál sokkal többet abban az esetben, hogyha nem érik el az 1%-ot az országos választás során. Erre mennyire készült fel a kétfarkú kutyapárt, és ide hagyd tűzem be azért azt is, hogy itt a kerületben nem nagyon láttunk plakátokat, és nem nagyon láttunk kampányt. Vannak kampányelemek, és vannak plakátok is. Ezek azért látszanak kevésbé, mert mi ilyen mikroplakátokban gondolkodunk, tehát ilyen bélyeg nagyságú plakátokat tettünk ki nagyon sokat. Amik nagyok voltak, azokat letépték, de majd pótoljuk ezeket mindenhol. Nyilván ez a pénz visszafizetés, ez egy komoly probléma. Nem nagyon félek tőle, hogy ez nálunk elő fog fordulni. Ugye kevesen tudják, hogy a Kutyostat, ez a Magyar Kétfarkú Kutyapárt közeli egyetlen hiteles kampánymérő, vagy támogatásmérő társaság, ők 127%-on mérnek minket, tehát ennyivel fogjuk nyerni a választásokat, úgyhogy ebben az esetben nem kell visszafizetnünk ezt a kampánytámogatást, ami egyébként 150 millió forint, tehát mi ennyit kaptunk az államtól azért, hogy szídjuk a többi pártot óriás plakátokon és tévéhirdetésekben. Ugye azt kevesen tudják, hogy létrehoztunk egy alapot, ez az első Rosánékatéka, tehát a Rózsa Sándor első népi kampánypénzt tékozló alap, és arra szövetkeztünk, hogy azt a 150 milliót, amit kapunk az államtól arra, hogy szedjük a többieket, ezt mi szétosztjuk. És pályázni lehetett, és a kerületbe is pályázott egy alapítvány, akik egész pontosan mozgássérült gyerekeket gondoznak napközi keretén belül. Ők kapnak 750 ezer forintos támogatást tőlünk ebből az alapból. Mi lesz, ha nem érik el az 1%-ot? El fogjuk érni az 1%-ot. Különben, ha nem érnénk el, akkor a Gergőjék mennek a börtönbe, mi meg majd küldünk be nekik reszelőt kenyérbe sütve, tehát ennyit tudunk tenni az érdekükben, de mondom, erre nem készülünk, tehát ilyen programunk nincsen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt percekben a Kétfarkú Kutyapárt jelöltjét hallhatták. Pálmai Attila saját megoldás javaslatairól számolt be az országos, illetve a kerületi problémákat érintően. Viszontlátásra!